Köszöntöm Önöket a Szóbeszédben, ahol mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az Önök véleménye. Ezen a héten az influenza elleni védőoltásról kérdeztem Önöket, és orvosi javaslatot is hallhatnak majd arról, kiknek lehet érdemes beoltatniuk magukat az influenza ellen. Lássuk! Épp az influenza elleni védőoltásról kérdezzük az embereket. Nem tudom, hallottam már róla, hogy például 60 év felett jár a védőoltás. Igen, én nem élek vele. Egyszer kipróbáltam, nem számított különösebben, nem foglalkozok vele, úgyhogy... Lehet, hogy amiatt nem betegedett meg, nem? Mert már egyszer megkapta. Na, de ez már nagyon rég volt. Tehát de abban az évben nem volt beteg, igaz? Nem. Legalábbis influenzás nem volt. Nem, az igaz, igazolom. Mi a véleménye az influenza elleni védőoltásokról? Hasznosnak találja? Esetleg előfordult, hogy beoltatta magát? Nem oltattam be. Nem érezte szükségét, vagy miért nem oltatta magát? Nem tudom. Nem nagyon hittem abba, hogy az bármitől is megvéd. Tehát Ön szerint inkább a megelőzésre kell odafigyelni, mint a beoltatásra? Persze. Minden más, ami higiéniával összefügg, nagyon szépen köszönjük, ha van, és mi is csináljuk, de... Hát 60 év felett egy picit veszélyeztettettebb már az ember, ugye ki van szolgáltatva a vírusoknak, így az influenzának is. Esetleg orvos sem javasolta Önnek, hogy 60 év felett érdemes kérni az oltást? Igen, de nagyon sokat megkérdezett, hogy még mindig nem akarom. És mindig azt mondja, hogy nem akarom. Hasznosnak tartjuk, de én nem szoktam igénybe venni. A férjem az mindig igénybe vette, és ő neki használ. Én meg nem szoktam influenzás lenni, és emiatt nem használom. Az érdekelne, hogy hasznosnak tartja az influenza elleni vakcinát védőoltást? Hát valószínű, hogy jó. Én nem tudom, én nem kaptam. És nem is kérte? Esetleg, mert ugye 60 év felettieknek járhat. Pont kórházban voltam. Az influenza elleni védőoltásokról kérdezzük az embereket, hogy hasznosnak tartják-e. Te mit gondolsz? A védőoltást? Igen, az influenza elleni vakcinát. Szerintem az. Én is kaptam. Igen, és neked muszáj volt? Tehát mondjuk munkakörből kifolyólag, hogy betegség miatt? Közvetlen orvosom tanácsolta. És akkor te beadattad. Ez most volt ebben az időszakban? Tehát erre a szezonra vonatkozóan? Minden évben. Tehát akkor rendszeresen beadattad. És az orvos javaslatára, tehát megfogadod a tanácsát és csak ezért, vagy valami miatt hasznosnak ítéled? Bízom az orvosomban, normális. És akkor nem betegedtél meg, tehát nem lettél influenzás? Azt nem mondanám, mert most sem vagyok jól. Mostanában adattad be egyébként? Hát évelején, vagy pár hete. Ki egészségügyben dolgozik, vagy várandós, annak érdemes? Muszáj. Hát laborban dolgoznak a unokáim. Muszáj. Az egy más dolog, hogy valaki olyan helyen dolgozik, ahol... De ha csak is sétál, vagy vásárol... És ha egyszer influenzás lenne, ne történjen meg, nem kívánom, akkor lehet, hogy meggondolná magát a vakcináról? Igen, nem, biztos, hogy nem, mert én azt mondom, hogy aki ebben megbetegszik, annak előzménye is van. Tehát annak volt egy előzménye, hogy ez miért pont őt támadta meg. Ön beadatta már magának valamelyik szezonban az influenza elleni vakcinát? Volt már olyan, hogy beadattam, az idén nem, vagy hát ezen a télen nem. Az orvosi javaslatra, vagy saját maga döntött úgy, hogy érdemes beadatnia? Hát orvos megkérdezte, hogy mit szólok hozzá, és akkor beadattam. És akkor Ön számára a térítésmentesen biztosították, igaz? Térítésmentesen, igen. Hát én már abban a korban vagyok, hogy... És sikerült elkerülni az influenzát? Hát kis takony azért elér, de lázam nem lett, tehát sikerült el. És mondott valamit Önnek az orvos, hogy esetleg tapasztalnia kell valamilyen mellékhatást, vagy kicsit le fog gyengülni, vagy bármi történni fog a vakcina után? Hát mondta, hogy lehet, hogy meg fog duzzadni, vagy kicsit fáj, de nem volt semmiféle mellékhatás. Éppen az influenza elleni védőoltásokról kérdezzük az embereket, hogy mennyire tartják hasznosnak, Ön mit gondol? Szerintem fontos, de be is vagyunk oltva. Az egész család? Tényleg? Igen. És orvosi javaslatra, vagy Önök saját döntés alapján oltották be magukat? Is. De
egyébként hasznos dolognak tartja? Tehát ugye egyszer azért ön is kipróbálta. Egyértelműen hasznos. Tehát azzal biztos, hogy az, hogy én nem hanyag vagyok. A kedves férje azért adatja be magának, mert mondjuk a rizikó körbe tartozik, igen, tehát van valamilyen betegsége. Igen, igen. És akkor ő ettől védetté vált. Igen, cukorbeteg volt, meg magas vérnyomása. Arra ajánlják a vakcinát. Igen, igen. Meg minden krónikus betegnek ajánlják. Esetleg be van oltva, vagy bármikor beoltattam? Nem voltam. Soha nem oltottam be magam, és nem is szeretném. És nem tartja hasznosnak ezek szerint? Félek tőle, győzze le a szervezetem, de nem is szoktam elkapni. Családom az általában beoltatja magát, de amelyik lányom beoltatja, az mindig el is kapja. Lehet, ön szerint nem biztos, hogy védettséget biztosít a vakcina? Szerintem nem. Nem. Biztos, hogy nem. És a családja miért dönt úgy, hogy beadatja magának rendszeresen? Mert az egyiknek kötelező a munkahelye miatt. A egészségügyben dolgozik. Igen, igen, és el is kapja minden évben. A védőoltás ellenére. És biztos, hogy influenzás lesz ilyenkor? Influenzás lesz, igen. Igen. Miért fogadod meg mindig az orvos tanácsát? Volt már olyan, hogy influenzás voltál és megkézott? Én házi orvosom az nagyon normális és emberközpontú, nagyon rendes, alapos, és én bízom az ő tanácsába. És esetleg javaslod másnak is, tehát mondjuk családtagoknak, vagy olyan ismerőseinek, akik betegség miatt, vagy akármi más miatt érdemes lenne, hogy beadassák? Ezt rábízom mindenkire, vegyék döntést. Erre a szezonra hogy úgy döntött, hogy nem adatja be magának? Ugye kicsit mondjuk enyhében indult a tél? Nem döntöttem, nem volt úgy alkalom, hogy hát éppen nem voltam az orvosnál abban az időszakban, és azért elmaradt. Külön már nem foglalkoztam vele, hogy beadassam. Ugye van, amiért esetleg a közeljövőben így ugye most tetőzne az influenza vírusnak a járványügyi helyzete, akkor és ha javasolna önnek az orvos, akkor most is beadatná szívesen? Beadatnám, igen. És a családja körében mi a helyzete? Ők is beadatják-e maguknak, vagy nem feltétlenül? Általában nem. Hát éppen most az unokáim közül van is kettő, aki ilyen influenzás tünetekkel van otthon, de... Miért érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást, illetve elsősorban kiknek a számára javasolják? Én javasolnám mindenki számára az influenza védőoltást, ugye 60 éves kor fölött ingyenes, illetve vannak bizonyos betegségek, anyagcsere, szívérrendszer, tüdőbetegség, amikor szintén ingyen kapható, tehát például aszmásoknak, cukorbetegeknek, szívinfarktuson átesetteknek, van erről egy pontos lista, illetve az közintézményben dolgozóknak, tehát akár rendőröknek, akár óvónőknek, tanároknak, hiszen ők sokat vannak olyan közegben, ahol találkozhatnak a vírussal. Első és legfontosabb célja ennek az, hogy például az időskorban, illetve hogyha az immunrendszer gyengébb, akkor hajlamosak vagyunk a fertőzésekre, hajlamosabbak, és nagyon gyakori a felülfertőződés veszélye, tüdőgyulladás kialakulása, ami növeli a kórházban töltött napok számát, illetve az időseknél gyakran akár halált is okozhat, és ezt szeretné megelőzni az influenza elleni védőoltás, illetve azt is segíti, hogyha például terhes hölgyek esetében szoktuk mondani, hogy oltassák körbe a családot, mert hogyha körbe van oltva a család, akkor megvédi az anyukát és a kisbabát is a fertőzéssel szemben az, hogyha a többiek be vannak oltva. A rizikócsoportba tartozóknak, tehát a krónikus betegségekben szenvedőknek, a 60 év felettieknek, a várandósoknak, illetve az egészségügyi intézményekben dolgozóknak érdemes tehát beoltatniuk magukat az influenza vírus ellen. Az ő számukra idén is rendelkezésre áll ingyenes vakcina. Érdemes tehát érdeklődnie annak, aki ebbe a körbe tartozik. Köszönöm, hogy velünk tartottak itt a Szóbeszédben, tegyenek így jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek kíváncsi. Viszontlátásra!